Ez a Pictoverb főmenüje a három ikon három szintet szimbolizál. Az első szint azoknak nyújt kiváltképp segítséget, akik betegágyban nagyon súlyos állapotban vannak. Azáltal segít, hogy egy gombnyomásra meg tudják szólaltatni a legalapvetőbb érzelmeiket, illetve kívánságaikat. Éhes vagyok. Hogy éhesek. El tudják mondani, hogy nagy fájdalmuk van. Kérem, hívjon orvost. Hogy hívjanak orvost. A következő szint azoknak segít, akik már ennél sokoldalúbb kommunikációra képesek, viszont alapbetegségükből adódóan nem tudnak grammatikailag helyes mondatot alkotni. Rányomok például arra, hogy kakaó. Kakaót kérek. Akkor elmondja, hogy kakaót kérek. Hogyha rányomok arra, hogy kettő. Kettő bögre kakaót kérek. Akkor kettő bögre kakaót kér. Van lehetőség tagadásra is. Nem kérek kettő bögre kakaót. Illetve van egy azonnali nyelvváltó opció. I wouldn't like two mugs of hot chocolate. Jelenleg azon dolgozom, hogy ez a szint a hozzátartozók vagy az adott felhasználó által szabadon feltölthető legyen. Tehát mindenki személyre szabhatja saját igényeinek megfelelően. Ezt követően a külső kommunikációs szintet látjuk a programban. Itt található egy rövid információ az állapotról. El tudjuk röviden mondani, hogy miért nyomkodjuk a táblagépet és miért nem mondjuk ki. Üdvözlöm! Csak ezzel a géppel tudok beszélni, de mindent pontosan megértek. Kérem, legyen türelemmel. Lehetőség van azonnal elmondani, hogy... Igen. Nem. Köszönöm szépen. Ez az a szint, ahol a felhasználó bármit szabadon bevihet, és ezeket úgynevezett kommunikációs egységekben elraktározhatja. Valaki elvesztette a hangját egy gégeműtét következtében. Otthon lehetősége van egy nagy gombos magyar billentyűzeten begépelni a közlendőjét, és a éles kommunikációs helyzetben rányom. 6 hónapja volt az EPE műtéten. És bármit, amit előre betáplál, ugyanígy, hogyha piacra megy, hogyha ha henteshez megy, bármit el tud mondani, mert be tudja táplálni. Ezen felül a programnak egy kiemelt része a segélyhívás funkció, illetve a személyes adatok. A személyes adatokban az összes fontos információ a betegről megtalálható, ilyen, hogy nevem, születési helyem. Miért fontos ez? Aki nem tud beszélni, annak egy segélyhívás is nagyon nehézkes lehet, ugyanis a általános segélyhívó számok nem fogadnak SMS-t. A program tartalmaz egy segélykérő részt, ami azt tudja, hogy GPS által lekéri az adott helyszínt, ahol történt a baleset. Ki lehet választani az értesítendő segélyszolgálatot, például a tűzoltókat. Meg kell adni a sérültek számát, mondjuk 3. Meg kell adni, hogy mi ég, mondjuk egy ház ég, és még van egy eszméletlen személy is. Tudja, hogy kit kell felhívni, 105, már is tudtam segítséget kérni 3 gombnyomással.